Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon, és a mai napon elhoztam nektek a táró kártyáimat. Mi vár rád a héten a szerelemben? Megnézzük hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Szóval 12-től 18-áig mi vár rád a szerelemben? Ezen a héten hangolódj rá, élvezd a hegyi kristály hangtár reszkését is, valamint még én a kártyát keverni fogom, küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Koncentrálj! Hétfő, 12-e, az új hold. Mi vár rád az új holdon? 12-én. Mi vár rád 13-án kedden? Mi vár rád 14-én szerdán a szerelemben? Vagy más dologban is szerelemben? Mi vár rád 15-én csütörtökön? Csütörtökön mi vár rád? 16-án, pénteken, 17-én, szombaton és 18-án, vasárnap. Milyen lesz a heted? Itt vannak az érmék hatosa. Az érmék hatosa azt szimbolizálja, igen, hogy a kapás és az adás az egyenrangú, az azt jelenti tényleg, hogy amit adsz, az kapsz. És ez tényleg, hogy ez minden témába fog menni, nem csak a szerelemben, hanem a munkán is. Amit vetsz, az taradsz, amit adsz, az kapsz. És ez kell egyensúlyba tényleg, hogy a héten tegyed. Mi vár rád 12-én az új holdon? Itt van a két, az érmék kettes, ez azt szimbolizálja, hogy gondolkodsz azon, hogy megtegyem, ne tegyem, mit évű legyek, így lesz jobb, úgy lesz jobb, mit csináljak, mi legyen, hogy legyen, és akkor ez mindig ezt a két érmét így balanszolod, vagy hogy nézegeted, hogy melyiket is válasszad, és ez a hétfői nap. Szóval ez a szerelemben is vannak olyan dolgok, hogy nem tudtál dönteni, hogy még nem döntötted el a dolgokat, de ez új holdnál fontos az, hogy eldöntsed. Használd a kos energiáját, mert az új hold a kos energiájában van, és akkor tényleg nagyon be tud indulni valami. Fontos, hogy manifestálj ezen a napon. 13-án itt van tényleg a kardok. A kardok ásza az azt jelenti, hogy lesz neked lehetőséged letisztázni valamit, letisztázni tényleg, gondolattal is, vagy meg tudod beszélni a dolgokat, ilyen komolyan letisztázni a dolgokat, beindul valami itt nálad kedden. Persze az energia átmegy az új holdból ide. Szerdán nézzük meg, itt pedig van nagyon szerdán nagy sok esélyed az érzéseket élni, az érzéseket megengedni, kinyitni, érzéseket kapni, szintén érezni, ez nagyon pozitív. És nézzük meg csütörtöki napon mi vár rád. Csütörtöki napon itt van, nagyon intuitív fogsz lenni. A főpapnő azt mondja, és a hirofánt, ez pedig a főpap és a főpapnő, az azt szimbolizálja tényleg, hogy nagyon spirituális nap a számodra, felismersz dolgokat, úgy érzed, hogy vezetve vagy, a lélektársaddal kapcsolatos dolgok is lesznek. Szóval az olyan tényleg olyan közel érzed magad a mennyei világhoz, olyan nagyon-nagyon nyitott, pozitív napod van csütörtökön, hanyadika is van csütörtökön, 15-én. 16-án valami eldől, úgy érzed, hogy itt a torony eldől, hogy valami tönkre megy, ami már így is úgy is tönkre volt, de még hiányzott az az utolsó, hogy feldőljön, és valami tényleg feldől ezzel a toronnyal az életedbe komplett, és valami
kilép az életedből. De ez nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, ez pénteken, hogy tovább tudjon tovább tudjanak közöttetek a dolgok haladni. Szombatra nagyon sok kártyát kaptál, és merem állítani, hogy ennek is oka van. Mit mond ez a kártya? Azt mondja tényleg, hogy tegyél te az uralkodó nőt. Az azt jelenti, hogy tudjad, hogy mit akarsz, legyél olyan magabiztos, legyél olyan tényleg energiával teli, és töltsd fel magadat tele érzésekkel. Szóval ez a kilenc kelyhek, ez egy nagyon-nagyon teljesen érzelmekkel teli egyéniség, és be tudod mutatni, be tudod bizonyítani, hogy mi lakózik benne, hogy mi a te tehetséged, ezt mind meg tudod mutatni, ezt mind létre tudod hozni, és még bókot is fogsz kapni, mert itt van tényleg a kelyhek lovagja, szóval hogy valaki még neked még pozitív valamit is mond, és érzést is fog neked adni, és ez nagyon pozitív, és úgy látom, hogy létre fogsz valamit hozni. Esélyed lesz a dolgokat megteremteni. Szóval szombaton nagyon jó energia van. Hú, és azt látom tényleg, hogy egy lovag, kardok lovag, ez nagyon valaki felkorbácsolta, vagy felbontotta a lelki oldaladat, szóval nagyon-nagyon fölkabart valami, és most lehet, hogy habár ezeket az érzéseket kapod, meg bókokat kapsz, hogy tényleg befelé fordulsz, és akkor ezt elsőbb letisztázod magad, hogy hú, hát ez honnan jött, hogy most mi is történt itt valójában, szóval nagyon pozitív változás lesz a szombaton. Látod, ez a torony után, ez beindul, fú, és most lela hideg, képzeld el. És most nézd csak, mi lesz vasárnap. Azt látom vasárnap, hogy igen, hogy hosszú távon, hosszú téren nagyon jó kilátás lesz erre az egészre, és ez nagyon külső és belső bőséget szimbolizál itt neked. Ez nagyon pozitív, létrehozott, süt a nap, nagyon szép élet vár rád, vagy jövő vár te rád. De első persze, hogy a torony valaminek össze kell, hogy dőljön, szóval hogy néha össze is kell veszni, vagy meg kell a dolgokat beszélni, hogy az alakulni tudjon, vagy el kell a dolgokat engedni. Most nézzük az érzéseket, meg a gondolataidat, meg ezen a személyes érzéseket és gondolatokat, ami azt illeti, nézzük csak meg. Ez a 9-es kirakás a jövő hétre. Ezt ismeritek ezzel a szép aranytaróval, igen. A videókat már kicsit előre készítem, azért, ha csodálkoztok, hogy ugyanaz a ruha van rajtam, mert most hétvégén tényleg tovább képzés van. Péntek, szombat, vasárnap én nálam, hangtál továbbképzés, egyéniségen jön, kártya továbbképzés, hipnózis, ilyen oldások, ilyesmi lesz. Nézd csak ezen a héten, szóval arról van, hogy igen, te neked lesz a lehetőséged, te leszel az érmék királynője, szóval, hogy ez nagyon pozitív érzés, teljesen erőbe, energiába benne leszel ezen a hétvégén, vagy ezen a következő héten. Külső és belső, úgy látom, hogy külső és belső gazdagság benned van hosszú téren, szuper, és nézze, itt kijöttek a szeretők, arra gondolsz, ez nagyon szuper heted lesz. Ó, hát még a gondolatban is nagyon jó bejött, és úgy látod, hogy a 8 kelyhek, szóval, hogy lehet, hogy már jól érzed magad, meg már mindened megvan, de úgy érzed, még 8 kelyhek, hát én nekem a 10 kell, nem 8, 10. 10-re van szükségem, szóval elindulsz egy új irányba, itt valami szerető játszik egy szerepet. Mit érzel a szívedben? Hát azt elég nehéz volt eddig, amit a szívedben éreztél, és úgy látom tényleg, hogy voltak nagyon sok sérülések is a szívedben, tényleg, de itt van, hogy te teljesen felemelkedtél ezen, az érmék királya, felemelkedtél teljesen ezen, és fejlődsz nagyon pozitív irányba. Nagyon jónak látom ezt az egészet. És hogy fog ez tovább alakulni? Hát úgy látom, hogy igen, hát te leszel a király, a botok királya, te teremted a dolgokat meg, tüzes,
szeretettel teli, mindennel teli, az egy olyan, olyan nagyon szenvedéllyel teli, de ne legyél hiányba, ha még nem érted el, ne legyél hiányba, mert itt van neked a kelyhek királya, szóval, hogy megkapod ezt, csak ne érezd a hiányérzést, megkapod a legmagasabb szeretetet, itt van a kelyhek királya, az az álombeli férfi neked a számodra. Fú, hogyha most férfiként nézed, akkor az a nőcike. Nézzük csak, mit mondanak a kártyák, milyen lesz a heted. Nézzük csak, milyen lesz a heted. Kérünk egy kártyát, milyen lesz a heted. Egyet veszünk ki, jó? Ó, hogy tegyél meg néha egy pár bolond dolgot, hogyha mások arról nevetnek is, nem baj, ilyen kis bolondos dolgokat tegyél meg, és spász macht, spász, szóval az örömöt, örömet csinál, és az élet, ez elég komoly már, azt mondta az ember. Jó napot, Ernst, ezt úgy mondják németül, ez az Ernst, az azt mondják, hogy komoly, van olyan név, hogy komoly, Ernst, úgy hívják a keresztnevet, és azt mondja, hogy jó napot, komoly, guten Tag, Ernst. Felelte a kicsi Tim, és megkérdezte, hogy hol van a te barátod az öröm. És vagy az öröm, vagy spászt, minek is mondják, ilyen könnyedség, ilyen viccesség, vagy nem vagytok már tovább barátok. Amit én ezzel neked mondani szeretnék, ahol komoly minden, ott nagyon, ott nincs helye az örömnek, vagy ott nincs helye a viccességnek. És ez így van nem csak a gyerekeknél, hanem ellentétben szintén a felnőtteknél is felhívjuk a figyelmüket arra, hogy nem törekvő, csak hogy teremtő környékbe kell megfelelni, hanem meg kell engedni önmagunkban a gyermeket is, többször az életbe felébreszni a gyermeket bennünk, mert ez a gyermeki rész, ami bennünk van, ez egy nagy szerepet játszik, aki szívesen nevet, szóval, hogy ébreszt fel a gyermeket benned, és tegyél néha egy kis bolondságot, vagy egy kis hülyeséget hozzá létre, mert ez téged tovább visz, és sok örömet okoz neked. Örömet, hogy legyen, az boldogá tesz, vidámé tesz, ez fiatalon tart, a könnyedségbe tart, és te persze, természetesen a te külvilágodat is. És én kívánok neked sok örömöt a családodnak, a barátoknak, a munkatársaknak, és hogyha a munkán is sok örömmel indulsz, a dolog az nagyon motivál. Ezt a kívánság a hétre. Remélem ez tetszett nektek is, ha tetszett, akkor sok örömöt, könnyedséget, bolondozást kívánok nektek a héten, tényleg, hogy olyan, remélem jól mondtam, ha nem jól mondtam, javítsatok, ilyen könnyedén, ilyen viccesen induljatok a hétbe. Sok szeretettel búcsúzok tőletek. Sziasztok, Valéria!